Óriási meglepetést okozva Kovács Gergelyné, a katolikus rádió nyugalmazott munkatársa és a Petőfi Szilveszter lelkes látogatója egy levelet olvasott fel december 31-én délután a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum galériájában. Közvetlenül az Ezt szerettem Petőfiben című képzőművészeti pályázat díjátadása és a beérkezett alkotásokból összeállított tárlat megnyitója után. Alulírottak állampolgári jogon, javaslatot teszünk arra, hogy a kiskörösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum és igazgatója Kispálné dr. Luca Ilona értékőrző és hagyatékértető tevékenységét magyar örökség díjban részesítsék. A magyar örökségdíj kitüntetettjei között van többek között Antal József, Kodály Zoltán, Márai Sándor, József Attila, Szentgyörgyi Albert, Balcó András, Egerszegi Krisztina, a labdarúgó arancsapat, Bőjte Csaba, a Pécsi Zsolnai gyár és a Pannonhalmi főapátság. Kovács Gergely levelében kiemelte, hogy a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum kétszer volt az év múzeuma. A Petőfi Társasággal és az önkormányzattal közösen immár 17. alkalommal rendezték meg a Petőfi Szilvesztert, és Kispálné Doktor Luca Ilona igazgatóval az élen aktív szerepet vállalnak a Kárpát-medencei Petőfi emlékhelyek összefogásában. Petőfi Sándor költészete a magyarság szellemi örökségének kiemelkedő értéke, de éltetni és életünk részébe tenni, ahogyan azt a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum és igazgatója Kispálné Luca Ilona teszi, megérdemli a Magyar Örökség díjat. A felhívásra napján több mint százan írták alá a levelet, a bíráló bizottság tagjai évente 12 alkalommal ülnek össze, március, június, szeptember és december hónapban, évente 4 alkalommal, esetenként 7-7 díjat osztanak ki.